Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek, elérkeztünk egy következő videóhoz, könyves videóhoz. Szerettem volna 10 könyvet hozni nektek. Az utolsó, amiben belekezdtem, azt még nem tudtam befejezni. Egy kicsit máshol járnak jelenleg a gondolataim, úgyhogy nem tudtam nyugodtan leülni és olvasni. Úgyhogy majd azt egy kicsit később kapjátok meg, de szerintem tetszeni fog így is. Teljesen egyedül vagyok, ami nagyon fáj, mert ezeknél a videóknál azért elég sokszor itt van velem Barbie, és sokkal jobb együtt csinálni. Úgyhogy igen, na mindegy. Mutatom, hogy milyen könyveket hoztam nektek a mai napon. Valamit akartam még mondani. Amikor bekapcsoltam a kamerát, akkor még megvolt, hogy egy valamit szeretnék veletek megosztani. Meleg van, de nem ezt akartam mondani. Man. Mondhatnám, hogy nem baj, úgyis eszembe jut, nem fog eszembe jutni, úgyhogy ezt most sajnos itt elvesztettük. Kezdenék magyarral. Természetesen B.E. Bell Visszatérők című könyve. Szalsza, szivar, szenvedély. Nagy sikerű Hazugok és vándorok spin-off kisregénye. Annyira jó lett volna, hogyha hosszabb. Imádom a Belt, nagyon-nagyon szeretem. Most kaptam tőle azokat a könyveket, amiket még nem vettem meg. És ez volt az első, amiben beleugrottam. Van még egy pár, úgyhogy azok is jönni fognak szépen sorba. De ez volt az első, amiben belekezdtem. Szóval, hogyha emlékeztek rá, akkor ez az Adrián Perez szemszögéből játszódik. Nagyon jó volt. Meg akarom nézni, de úgy emlékszem, hogy ebbe is, igen, nagyon sok spanyol idézet, dalszövegrészlet be van vágva. Értitek? Ugyanaz a tematika, ahogy mondtam már nektek, van saját szimbóluma mind a két szereplőnek, két nézőpontból játszódik egy per egyben mindenkinél. Nyelvezett 18 pluszos, imádom, nagyon őszinte, és ugyanúgy, ahogy bennek az összes könyvénél, itt is van táncos vonatkozás, és hogyha nagyon röviden össze kellene foglalni, akkor ez a könyv talán a rossz fiú szerelmes lesz kategóriába illik bele. Nagyon tündérmesés, de nagyon őszinte. Ezt az egy mondatot szeretném egyedül nektek felolvasni. Adrián és Camilla két külön világban él, nem csak testben, lélekben, és egy forró kubai éjszaka azonban mindent megváltoztat. Chef's kiss. Az előző részeit olvastad, kötelező. Valamiért nagyon ez van a fejembe, úgyhogy ezt szeretném gyorsan elmondani. Olvastam a Colin Hoover Lailát, ezt a könyvet. Valamiért nagyon élénken emlékszem rá, úgyhogy legyen ez a következő. Annyi, amit ahhoz hozzáfűznék, hogy nem fizikai könyvformátumban olvastam, hanem e-bookon, úgyhogy az nincsen itt nálam. És egy kicsit csalódás volt. Imádom Colin Hoovert, majdnem mindent olvastam tőle, de nem mozgatott meg annyira, mint a többi Colin Hoover könyv. Akármilyen tündéres, sárkányos, vámpíros, tőlem bármilyen lehet a könyv, nagyon szeretem az ilyen elrugaszkodott dolgokat. De a Laila szellem sztori. A fantasy könyvekkel ellentétben, aminek tudom, hogy 0-0 alapja van, az én kis meggyőződésem szerint, mert szerintem erről már beszéltünk, hogy én amúgy hiszek az ilyen szellemes dolgokban. Tehát, hogy az én meggyőződésem alapján ennek van alapja, viszont annyira érdekel ez a téma, hogy nagyon-nagyon sok videót, filmet, dokumentumfilmet, tanulmányokat, tehát én nagyon-nagyon sokat jártam ennek utána, és járok is folyamatosan, és annyira nem volt helytálló, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát hogy engem egy kicsit ott vesztett el, amikor olyan dolgok történtek a könyvbe, majd ez olyan fura így mondani, mert hogyha ti nem hisztek benne, akkor ilyen teljesen ketyósnak tűnik, de hogy aminek nem lehet alapja, és ami nem történhet meg. És próbáltam elrugaszkodni tőle, és nem erre figyelni, de nekem az egy kicsit olyan, nem tudom, valahogy nem jött át maga az alapsztori ezek miatt, a dolgok miatt, de a lényeg az, hogy van egy pár, rájuk alapszik az egész történet, és a sztoriba belekeveredik egy szellem. Az elején nem tudjuk, hogy honnan van, ez szépen menet közben
kifejtődik, kiderül, hogy valószínűleg honnan jött ki ő, mit csinál, miért van itt, stb. Bevonnak egy szakértőt is, és így kezd el kibomlani a történet. És van benne egy olyan rész, amin rendes kihaltam. Barbie küldött egy TikTokot, valaki talált olyan könyvjelzőket, ami minden könyvre specifikusan egy mondatot emel ki, és az van ráírva a könyvjelzőre. Brutál jó, nagyon kell, mind. És a Lailához, ami volt, sikítottam rajta, mert hogy az én kis fejem és a benne lévő fóbiák, azok így totál ellene mennek, tehát az kiborított, ahogy olvastam, hogy mit csinál a faszi, hogyha valaki olvasta, és így össze tudjátok tenni. What? Ha nem olvastátok, akkor olvassátok el. Egyébként jó könyv. Nyomokban Colin Hoover felfedezhető, de nem lesz a kedvencem tőle semmiképpen. Ezeken az apró kis elcsúszásokon kívül kifejezetten tetszett a könyv. Mi legyen a következő? Legyen ez! Úristen! Mr. Téveszem. Szerintem, amikor Barbie-val Londonban voltunk, akkor olvastam ezt a könyvet repülőn. Imádom ezeket a sztorikat, nagyon-nagyon szeretem. A faszi véletlenül rossz számra küldött egy SMS-t, és így kezdődik az egész kapcsolat a két ember közt. Nyilván, hogyha valakinek félre küldesz egy spicy SMS-t, akkor nem elküld a halál faszára, hanem elkezd veled beszélgetni. És egymás titkos belső emberei lesztek, és elkezdetek megosztani egymással minél több dolgot, és elkezditek megismerni egymást, és egymásba szerettek. Ez természetesen mindenképpen így lenne. Nagyon-nagyon jó a könyv. A kérdés ugye az, hogy találkoznak, nem találkoznak, rájönnek, hogy ki a másik, vagy nem. Ezen ugye nincsen pöttyös besorolás, de vannak benne kifejezetten spicy jelenetek. Az a baj, hogy amúgy annyira nagyon sokat tudnék róla beszélni, de full spoiler lenne az egész. Úgyhogy bízzatok bennem, és vegyétek meg, és kezdjétek el olvasni. Semmi egetrengető egyébként, tehát nem fog tőle megváltozni az életetek, de egy nagyon-nagyon cuki kis könyv, full gyorsan ki lehet pörgetni, de ettől függetlenül nagyon szórakoztató, úgyhogy ezt határozottan ajánlom mindenkinek, Mr. Téveszem. Következő, amire így rögtön rájövök, hogy mi, az ez lesz. Suddenly Forbidden. Gondolom nagyon megleplek vele titeket, hogyha azt mondom, hogy a könyv egy fiúról és egy lányról szól. Gyerekkoruk óta legjobb barátok, de ilyen pici gyerekkoruk óta legjobb barátok. Egymás mellett is laknak, és minden idejüket együtt töltik. Minden tudnak a másikról, természetesen fiatal tini korukra, aztán összejönnek, és egyik pillanatról a másikra a lánynak, azt hiszem, hogy az apja sok órányira attól a helytől, ahol laknak, kap új állást, sokkal jobb fizetés, sokkal jobb beosztás, stb. És a lényeg, elköltöznek. Nem tudom, hogy ez spoilernek számít-e, úgyhogy megpróbálom rövidre fogni. Megszakadt köztük teljesen a kapcsolat, full depibe esik a lány, viszont gyerekkoruk óta azon álmodoznak, hogy melyik egyetemre fognak menni, és amikor ténylegesen eljön az idő, hogy egyetemre menjenek, kiderül, hogy a srácnak már van egy új barátnője. De hogy ki az a barátnő, és hogy jöttek össze, és mi fog ebből kikerekedni, ez az igazi sztori. Tipikus egyetemi sztori egyébként, minden ilyen egyetemes sztoris könyvbe beleillő dolog megtörténik. Itt az első mondat annyit ír, azt hittem mindig az enyém lesz, még akkor is, amikor búcsút kellett inteni neki. Határozottan megéri elolvasni, úgyhogy ez a következő. És ez lesz az, úristen! Ennek csak az ajánlását tettem ki. Oda meg vissza voltatok érte. Az egyik kedvencem a jelenlegi csapatból.
Faking It a címe egyébként, megjátszott szerelem, és az ajánlása így szól. A szerelem váratlanul toppan be, ritkán bájos, gyakran mocskos. Próbára teszi a jellemedet, a megalkuvásra való készségedet, és kiderül, mennyire vagy önzetlen. Vagy önző. De ha a kedvesed elhagy, és te hajlandó vagy harcolni érte, megéri kockáztatni, hogy össze fog törni a szíved. Come on! Az alapsztori az az, hogy Harlow és Zane a két főszereplőnk. Harlow egy állásinterjúra érkezik, amikor Zane összetéveszti őt a kutyasétáltatójával. Innen kezdődik az egész történet. Amikor fény derül igazából erre a kis tévedésre, nem kifejezetten szeretne bocsánatot kérni érte az én, de utólag természetesen ez megtörténik. És amikor bocsánatot kér, akkor meghívja őt egy rendezvényre, ahova sok gondolkozás után a Harlow el fog menni, és igazából innentől kezdődik az egész bonyodalom, ugyanis egy olyan dologba keveri magát, amire igazából ő maga sem gondolt, innen jön a cím is. Szerintem egyébként ezt elmondhatom, egy kicsit egyébként, kicsit lehet, hogy spoiler, de itt hátul szerintem ott van. A lényeg annyi, hogy Zane egy nagyon-nagyon fiatal ausztrál vállalkozó, több céget felvásárolt már és felfuttatott, azon kívül, hogy a saját tech cégéből gazdagodott meg, azt hiszem egyébként, hogy tech cége volt. Amin jelenleg dolgozik, az egy társkereső oldal, viszont van egy befektetője, és a befektetője ötlete lesz az, hogy a Zane az oldalon találja meg az új barátnőjét. Hazugság hazugságot követ, amiből az kerekedik ki, hogy a Harlow és a Zane egy pár, és együtt kell végigcsinálniuk a társkereső oldal országos promóját, és hát természetesen alakulnak menet közben a dolgok, pozitív és negatív is. Villám gyorsan kipörgettem, nem tudod lerakni, tehát hogy... Zseni, komolyan mondom, ez nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy valószínű, hogy majdnem mindegyikre ezt fogom mondani, de ezt olvassátok el. A következő, úristen! Emily Blane, az álmok könyvesboltja. Ebben is azt hiszem, hogy van cuki ajánlás, igen. A szerelemben gyakran ér csalódás, gyötrelem és bánat, mégis szeretünk, és amikor a halál küszöbéről visszatekintünk, elmondhatjuk, gyakran szenvedtem, néha tévedtem is, de szerettem. Én éltem, nem egy képzeletbeli lény, melyet büszkeségem és unalmam teremtett. A főszereplő lányunk, Sarah, akinek egy kisvárosban van könyvesboltja, amit a nagymamájától örökölt meg. A könyvesbolt haldoklik, szó szerint, viszont Sarah az utolsó centjeit is új könyvekre költi. Olyan új könyvekre, amiket thriftingel igazából, tehát olyan könyveket vesz meg, amik régi padlásokon vannak, értitek, nem új-új könyvek, hanem second-hand könyvek. A másik oldalon pedig van egy francia, nagyon nagyképű, nagyon beképzett színészünk, Maxim, akinek a hobbija az az, hogy minél zűrösebb helyzetekbe keveredjen, és lehetőleg minél nagyobb baja legyen belőle. Imád verekedni, és az utolsó verekedése nem sikerült túl jól, úgyhogy a rendőrségen közmunkára ítélik. Viszont a két főszereplőnknek van egy közös ismerőse, aki elintézi, hogy a közmunkát Maxim Sarának a könyvesboltjába végezze el, és segítsen egy kicsit életre kapatni a könyvesboltot. Hangosan nevettem rengeteg résznél, nagyon vicces a könyv, két teljesen különböző ember a főszereplőnk, ahogy próbálnak egymáshoz igazodni, vagy pont, hogy nem próbálnak, és inkább ellenállnak, nagyon-nagyon jó. Igazi kisvárosi romantika. Nagyon érdekes, ahogy ugye Maximnak is egyre többet tudunk meg a múltjáról, megtudjuk, hogy mit miért csinál, úgy, ahogy csinál, és látjuk teljesen kinyílni mind a két karakter. Teljesen más vonatkozásban, viszont elképesztően aranyos, és a vége egy kicsit sírós. A végén van egy ilyen tipikus, nagy romantikus gesztus, és nagyon nyálas a vége, imádtam, zseni. Van még egy könyv egyébként, amit e-book formában olvastam, nem is keresem. Ó, Wikiland beosztott, tényleg.
Ah, tényleg, ezt is szerintem még Londonba kezdtem el olvasni. Ennek az ajánlása, ha tudni akarod, ki él a szíved, nézd meg, merre visz a lábad, amikor hagyod szabadon csatangolni. A csaj egy első randin volt egy étteremben, és összefutott egy nagyon arrogáns, nagyon beképzelt faszival, és nyilván nagyon bejött neki a faszi, de elképesztően bunkó volt. És az elkövetkezendő egy-két hétben random helyeken összefutott vele teljesen indokolatlanul. Ha jól emlékszem, aztán elkezdett nála dolgozni. Tudom, megvan, igen. Hello! Az van, hogy úgy kezdtem el a videót, hogy olyan rossz, hogy nincs itt Barbie, mert a könyves videókat mindig vele szoktam felvenni. És nézd meg! És utána hívtál fel! Mondom, ilyen nincsen! Úgyhogy itt van Barbie, gyorsan megkajálunk, és utána folytatjuk. Kérem, hogy ide hoztam! A csaj egyébként utána randizik még azzal a faszival, akivel az első randim volt, egy pár hétig. Hát sőt, randizgatnak akkor még, amikor az edzőterembe futnak össze, mikor... Igen, igen. Azért mondom, hogy összefutnak a következő pár hétbe így random, de nem emlékszem a transitionre, hogy hogy fog elkezdeni ott dolgozni. Amikor az uszodás résznél találkoznak, akkor adja meg neki a telefonszámát. Tudom, mert valami nagy cégnél dolgozott, és kirúgják. És marketinges, és a faszi egyébként egy olyan céget vezet, ami női termékeket gyárt, lidokainos gyantát egészen pontosan. És nekik az első termékükhöz kell valami új marketing ötlet, és ahhoz veszi fel a csajt, ott kezd dolgozni náluk, és... De nem úgy volt, hogy nem is ő akart, hogy ott dolgozzon, hanem azt utólag tudta meg, és ki is akadt, hogy... Igen, mert annyit mondott neki, hogy van egy nagyon jó fejvadász barátja, aki majd segít, de aztán a lényeg az, hogy a faszinak a cégénél kezd el dolgozni, de nem emlékszem, hogy mikor van az a pillanat, amikor összekavarnak. Nem, lehet, hogy én már mindent kell rekenni, de nem ebben van az, hogy igazából folyamatosan húzza a csaj agyát, hogy egyszer úgyis le fog vele felvenni, de. Egyszer Igen. De mikor jön az a... De nem tudom, hogy hogy történik, hogy aztán tényleg. Azt hiszem, hogy nem, írnak egy szerződést, hogy hetente kétszer el kell menniük vacsorázni együtt. De akkor már szerintem együtt voltak, nem? Nem. Nem tudom. Én nekem én azóta... Na mindegy, az a baj, hogy e-bookon olvastam, úgyhogy nem tudok belegörgetni, és nem tudom elolvasni a hátulját, de a lényeg az brutál jó. Nekem amúgy ez nagyon tetszett, ez a tipikus... ilyen kis csipkelődős, húzzuk egymást, igazából amúgy titkos a dolog, mert nem kéne, hogy kiderüljön az egy munkahely miatt, úgyhogy Vikiland beosztott, az zseni volt, annak ellenére, hogy nem emlékszem rá. De jó volt. Jó volt, nagyon határozottan. Hát utolvastam el, és te is elkezdted. Igen. Mondtam, hogy ez nagyon jó. Igen, mert Barbie is ugye olvasta, és ott sikítozik mellettem, mondom, mi van? Á, nagyon jó! Mondom, akkor én is. Úgyhogy... Jó sztoria volt, nem emlékszem el, mi volt a vége nagyon cuki a vége, nagyon-nagyon cuki a vége. Mi baja volt, miért nem akart felrandizni? Meghalt valaki? Mi volt? A csávónak valami az előző nőjével volt. Igen! Úristen, hát abba volt az, hogy tudod, hajléktalanoknak segített a csaj. Ti? Úristen, a hideg is kirázott. Tudtam, hogy Edi, a kurva anyját. A svájci bicskával. Az nagyon megvan. Volt. Mondom, zseni, van benne plot twist, minden, nagyon, nagyon. Nagyon. Igen. 10/10. Azt hiszem, hogy most ez lesz az utolsó. Ahogy így megnézitek a repertoárt, amiket olvastam, mind nagyon lavidavi, kis cuki, college, tehát hogy minden. Tök szerelmes sztorik, és mondtam Barbie-nak, hogy kellene valami, ami fáj. És azt mondta, hogy tessék gyermekem, ez fájni fog. Colin Hoover, All Your Perfects.
botrányosan sírtam rajta. Szörnyű. Nagyon röviden a sztori úgy néz ki, hogy egy tönkrement házasság megjavítását írja le igazából. Egészen onnan, hogy még mind a kettőjüknek más párja volt, egészen odáig, hogy válni akarnak, és hogy újra egymásba szeretnek. Itt azt mondod, tényleg az, ahogyan, meg hogy milyen félre kommunikációban, pedig házasok is szeretik egymást, és tényleg csak azon megy el, hogy nem kommunikálja egyik se, hogy... És azt egyébként szerintem még elmondhatom, mert ez lehet azért trigger warning is egyeseknek. Gyerekvállalás is nagyon erősen benne van a könyvben, és igazából a gyerekvállalással kapcsolatos problémák, és hogy mennyire megviseli a házasságot az, amikor nem jön össze a gyerek, pedig mindent megpróbálnak már. És ugye a legszebb az egészben, hogy felváltak azon a múlttal, amikor megismerték egymást, és ahogy megismerték egymást, tehát neked a lelkedben ott van, hogy ők hogy szerették egymást, és hogy milyen rossz most minden. Amikor vágnak ahhoz, hogy konkrétan inkább elbújik a fürdőbe, hogy ne kelljen puszit adni neki, vagy megölelni, amikor hazaér, vagy elmegy a férje. Nagyon rossz volt, nagyon rossz, de nagyon jó. Úgyhogy, na ez, Colin Hoover a Laila, az nem Colin Hoover. Hogyha most csak ezt a kettőt hasonlítjuk össze, amiket most olvastam, come on. Zseni. Elképesztő, nagyon jó. Úgyhogy ez volt az utolsó, és pont most beszéltük Barbie-val, hogy egy valamivel még tartozunk nektek, amit nem sokára egyébként pótolni is fogunk, ugyanis az előző könyves videó végén volt egy olyan megjegyzésünk sem, hogy az Akotar sorozatról külön videót fogunk csinálni. És pont azt beszéltük, hogy egy kicsit fel kell frissítsük az emlékeket, hogy egészen pontosan tudjunk nektek beszélni róla, viszont ez lesz a következő. Úgy gondolom, hogy annak nekiülünk, és ha kell több részbe, ha hát úgy alakul egy részbe, de az nagyon-nagyon jó lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogyha bármi gondolatotok van a könyvekkel kapcsolatban, akkor ezt mindenképpen írjátok le nekem a komment részekbe. Ajánlásokat igazából mindig szívesen fogadom, általában azért a kisasszony mindent is megvesz, úgyhogy ő szokta adni, tudjátok, a könyveket. Csomó olyan ajánlást kapok, amit nyilván már olvastam, és írják, hogy ezért, meg ezért, meg ezért szerettem, és tudod, így én is, igen, ugyanez. Úgyhogy igen, komment részlegbe várlak titeket, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és a következőben találkozunk. Sziasztok!